Impozáns környezet fogadta a második Bölcske Maraton mezőnyét a helyi Béketéren. A Pincefaluban felállított versenyközpontban szebbnél-szebbrés házak között készülődhettek az indulók, akik az ország minden pontjáról érkeztek a 3000 lakosú Dunaparti településre. A tavalyi pozitív visszajelzéseknek köszönhetően tértek vissza a terepkerékpárosok Bölcskére. Pincefaluból alakítottuk ki ugye a rajtközpontot. Ugye nálunk nagy esemény a Bölcskei Falunapok, és amellé gondoltuk, hogy adjon más eseménynek is helyszínt a Pincefalu. Erre pedig nagyon tökéletesen megfelelt, hogy innen induljon a maga a rajt. És bizony a határban szőlős kerteket, telkeket fog érinteni a mezőny. El fog menni az 50 kilométeres szakasz egészen a gátig, a Dunapartig, a horgásztanyát érintve, és a Dunaföldvári résznél fognak majd visszatérni a Pincefaluba. Ami volt por, azt most elmosta az eső, sőt helyenként átalakított a sára, de igazából ez szerintem a versenynek a minőségén, illetve az élvezetén nem fog csökkenteni, megrontani. Úgyhogy ez nem teremsport, hanem terepsport, úgyhogy igazából itt mindenki tudja, hogy mire számít, a nagy meglepetés nem lesz a versenyzőknek. Ez a spontán tapsolat, a szervezők egy 25 kilométeres és két 50 kilométeres pályát alakítottak ki, de a legkisebbekre is gondoltak, így volt gyermekfutam is. A budapesti Nagyfüggedi Zsombor alias Fityis mindig a leghosszabb távon indul, ezúttal nem tűzött ki maga elé komoly célt, a táv teljesítése lebegett a szeme előtt. Kell próbálni, meg kell ízlelni ezt a dolgot, és rájön az ember, hogy milyen jó dolog. Tehát marha jó dolog a természetben lenni, egyszerűen küzdeni magaddal, az ellenfelekkel, de hogyha csak tényleg elmész bringázni, már az egy olyan érzés, ami kikapcsol, tehát így a hétköznapokból kivon, elfogadja a figyelmedet, így a hétköznapi problémáidról, úgyhogy szerintem egy marha jó ilyen kis kikapcsolódás. A versenyen idén közel 200-an indultak, amely ismét balesetmentesen zajlott, ami komoly eredmény az ilyen jellegű próbatételeknél. A különböző távok beérkezési sorrendjéről a www.mountainbikechallenge.hu honlapról tájékozódhatnak.